Olyan nagyon élettelenül mondtam, de most már mindegy. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a decemberi összegzésem lesz. Decemberben, még 2021 decemberében még kiolvastam 8 darab kötetet, úgyhogy most ezekről fogok kicsit beszélni. Mondjuk van benne egy csomó újraolvasás, amikről így sok újat nem fogok tudni elmondani, de akkor nézzük is. Oké, okay, az első ilyen az a The Beautiful Ones volt. Silvia Moreno-Garciától volt a The Beautiful Ones, amit még november elején kezdtem el, csak átcsúszott december legelejére a befejezés. Erről már láthattatok a csatornán egy barangolás videót, úgyhogy azt ide belinkelem. Erre most így nem mondanék többet. Ő egy mexikói szerzőtől volt könyv, és nagyon tetszett. Ilyen történelmi, fantasy, romantikus volt. Nagyon jó volt, nagyon jól olvasták fel a hangos könyvet, nagyon tetszett a stílusa, úgyhogy igen, úgyhogy erről most csak ennyit fogok mondani. De ott van róla a barangolás, nyilván abban beszélek róla a legrészletesebben. A másik hangos könyv, amit abban a hónapban hallgattam, az Jenny Baylis-től volt, remélem neki is ez a neve, a The 12 Dates of Christmas. Ez egy ilyen karácsonyi romkom volt még, amit bele csúsztattam az évembe, ez egy viszonylag hosszabb könyv volt, mert egy 12 óra volt kb. És ez arról szólt, hogy a főszereplőnk Kate feliratkozik egy ilyen randi oldalra, aminek ez a programja az olyan, hogy ilyen fizetős egyébként, de hogy az így lényegtelen, hanem hogy 12 randit szerveznek le az embereknek karácsonyig, és akkor ezért a karácsony 12 randevúja a címe. Elmegy ezekre a randikra, és közben így megtanul dolgokat magáról is, meg minden másról is. Én, már igazából az ember az első fejezetben tudja, kivel fog összejönni, hogy ez a karácsonyi romantikus filmeknél is szokott lenni, amivel így nincs baj, mert erre számítottam. Néha kicsit izgultam, hogy nem azzal fog végül összejönni, vagy hogy más fog történni, amit én nem szeretnék, hogy történjen, de szerencsére mindent elkerültünk, és hát haladt a sztori arra, amerre kellett neki, úgyhogy egy kellemes karácsonyi olvasmány volt, kellően vicces, igazából nem volt unalmas, élveztem. A molyos értékelésembe beleírtam, hogy igazából nem tudok belekötni, mert szerencsére szemforgatás sem idézett elő, mint volt egy-kettő már idén, ami igen, tehát így egészen értelmes volt Kari romkomhoz képest. Úgyhogy, ja, úgyhogy ez egy teljesen jó kis karácsonyi olvasmány volt, hogyha valaki majd jövő karácsonyra keresne valami hasonlót. Jó, és még kiolvastam egy Lumberjanes, vagyis hát egy Cserkeszterek kötetet, a 9. részt. Most ez a 9. rész nekem annyira nem... Nem is azt, hogy nem tetszett, de hogy eddig ez volt talán a leggyengébb kötete a Lumberjanesnek. Most vagyok kb. A felénél még mindig, igen. Igazából volt egy kicsi benne, ami még az előző kötethez tartozott, aztán volt egy teljesen új rész benne, és így kicsit nem tudom, most ez annyira nem passzolt össze nekem, úgyhogy ez most nem ez volt a legkedvencebb részem a Cserkeszterekből. Könyvek, amiket tudok mutatni. Szóval befejeztem az Óratornyot Natália Serbától, ami ugye az Óramágusoknak a harmadik része. Azért is volt ez így jó, mondjuk, hogy ebbe azt mondták, hogy van egy kicsi karácsonyi rész. Hát ez egy nagyon kicsi karácsonyi rész volt, tehát az utolsó több 50 oldalon volt karácsony benne. Úgyhogy kicsit átverve éreztem magam ezen a szint fronton, de hogy egyébként teljesen jó volt, ebben már Vasilisszáék elmentek az Óramágus iskolába, és ott mondjuk én néha mindig olyan vagyok, hogy annyira hátráltatják ezt a szerencsétlen lányt, hogy ne tudjon sehol előre haladni, hogy már fáj néha az a szint, amennyire nem hagyják őt kibontakozni. Mármint, hogy így telibe hátráltatják a cselekményt ezzel, és így néha értelmetlennek látom, hogy miért nem hagyják végre, hogy... Na mindegy. De hogy egyébként ez a rész jobban tetszett, mint a második. A második egy kicsit olyan hol lassú, hol gyors volt, ez meg így végül is folyamatosan fenntartotta a figyelmemet, mint olvasó. Terültek ki benne érdekes dolgok. Úgyhogy kíváncsian várom ezek után a folytatást, aminek egyébként itt benne is van a borítója. Jaj.
És hát igen, van egy-két dolog, amivel nem tudom, hogy hogyan fog alakulni ezek után. Úgyhogy kíváncsi leszek. De aztán még ezt is november végén kezdtem el. Aztán két BookTube könyvklubos könyvet is befejeztem, mert igazából majdnem hármat olvastam, de aztán a Nimonát végül nem olvastam most újra. Viszont újra olvastam a Carrion-t, és ennek a kibeszélőjében benne is voltam, amit ide be fogok linkelni. Én 2019-ben olvastam ezt a könyvet először, és 2019-ben ez is kedvencem volt, a Fangirl is kedvencem volt, Rainbow Rowell is kedvenc íróm lett, úgyhogy 2019-ben én a Rainbow Rowell és a Carrion fangirlségemet éltem, és egyetlen probléma volt ezzel, hogy senki más nem élte ezt velem át. És így pont mondtam a live-ban is, hogy 2019-es Matilda most nagyon-nagyon örül, mert végre van kivel fangörcsöt kapnia a Carrion miatt. Mert végre kiadták ezt magyarul, a Fumax kiadónál jelent meg, úgyhogy ha valaki, tudom, hogy még annó is kérdezték egy csomószor, hogy megjelent-e már magyarul, megjelent magyarul, úgyhogy végre el tudjátok olvasni, jó, és tegyétek meg, mert ez a könyv csodálatos. Imádom még mindig. Most kicsit tovább tartott olvasni, mert gyakorlaton voltam, ugye? Ami kicsit akadályozta a haladásomat, de még mindig csodálatos. Még mindig imádom. És végre szabadon tudom terjeszteni a Carrion igét, mert nem állít meg, hogy nincs magyar fordítás. Nyilván, mivel az így újraolvasás, így nem új felfedezés, nem lesz éves kedvences videóban még ilyenekben, de attól még továbbra is imádom és kedvencem, mert Simon és Beth csodálatosak, és ez az egész sztori csodálatos. És ugye ennek van két folytatása, a második annyira nem csodálatos, de a harmadik azért az, viszont a trilógiából ez a legjobb kötet, tehát legalább ezt el kell olvasni, mert ez egyébként önállóan is megállja a helyét. Csodás, imádom, még mindig legjobb. Jó, és a másik, ami újraolvasásom volt, szintén BookTube könyvklub könyv, és majd annak is belinkelem ide a kibeszélőjét, bár nem néztem, majd vissza kell néznem azt is, meg nagyon sok mindent. Az Matt Haig-től a fiú, akit karácsonynak hívnak. Na ezt még régebben olvastam, ez 2017-es olvasás volt, és ez a könyv benne volt az egyik legelső videómban, ami ugye a 2017-es kedvencek videóm volt. És én ezt a könyvet annó egy nap alatt olvastam el, és oda-vissza voltam érte, és most újra olvastam, és most akadoztam is vele, mármint, hogy fölvettem, letettem, hogy rövid egységekben olvastam. De azért is akartam újraolvasni, mert megnéztük a filmet, és a film valahogy nem klappolt nekem, tehát hogy így ültem, így néztem, és mondom, ez egyrészt unalmas volt nekem, másrészt voltak dolgok benne, amire csak így néztem, hogy miért, és ezért is még jobban újra akartam olvasni. Először úgy volt, hogy majd benne leszek a kibeszélőbe, de csak talánosra jelöltem magam, aztán még úgy voltam, hogy most nem, most ezt elengedjük, mert benne voltam a Carrionba. Mindegy, zárójeles megjegyzés, és a lényeg, hogy most ugye újra olvastam, és sajnos nem éreztem most így másodjára azt a rajongást, mint annó, amit kicsit sajnálok, de szerintem ez inkább azért volt, hogy így kis részletekben olvastam, és így kevésbé tudtam magam beleélni, mert ez egy viszonylag rövid könyv, tehát a könyv majd 300 oldal, de hát itt pont van szöveg, de amúgy meg illusztrált, ugye, tehát mint egy így neved a sárkányodat. Úgyhogy kicsit sajnálom, mert most annó molyon valamiért a magyar verziót jelöltem be, hogy olvastam, amikor akkor is ezt olvastam, na mindegy, de hogy most így az angol verzióra 4 csillagot adtam utólag, és nem jelöltem be kedvencnek, de a magyar verzióban van jelölve kedvencnek, úgyhogy ott van egy kis kaotikus állapot. De hogy amúgy meg szeretem ezt a történetet, csak így ilyen kettős érzéseim vannak, hogy most újraolvasva kevésbé tudtam átélni, mint 4 évvel ezelőtt, úgyhogy hát nem tudom, de hogy alapvetően meg cuki, és olvassátok el, mert jobb, mint a film. Igen. És igazából nincsenek benne beszélő egerek. Na, az volt egy pont, amire mondtam, hogy tuti, hogy nem beszélt benne az egér, úgyhogy más is értse. Na, mindegy. Aztán egy igazán rövidke kötet, amit minden karácsonykor el szoktam olvasni most már egy 5-4-5 éve. Az nem más, mint Dr. Seuss-tól a Grinch.
Igen, most már mondhatom azt, hogy a Grinch, mert nem az a címe már, hogy már csak az, hogy görcs. Az borzasztó cím volt. Na igen, hát ugye, ezt szerintem nem kell bemutatni. Minden évben benne van a decemberi összegzőmben is, úgyhogy igen, szeretjük a Grinch sztoriát, jó kis rímes, szép illusztrált, úgyhogy erről ennyit tudok elmondani. Az utolsó könyv, amit éppen-éppen, de befejeztem 31-én, az Agatha Christie-től volt az adventi krimik, amiket már tavaly is el akartam olvasni, csak tavaly kicsúsztam itt december, január környékén már az adventi időszakból, úgyhogy nem olvastam. De idén megcsúszva ugyan, de elkezdtem olvasni, mert én ezt karácsonyig szerettem volna kiolvasni, de aztán inkább karácsony körül kezdtem el inkább. Úgyhogy így igen. És akkor ilyen napi egy-két novellával haladtam benne. Ez volt az első Agatha Christie olvasásom, és igazából nem csalódtam. Ez így jó volt, mert így nagyjából láttam Agatha Christie stílusát, meg hogy hogyan alakítja a sztorit, és jaj, kicsúszik, ez egy csodálatos borító egyébként, és ezek után egyébként meg még szeretnék Agatha Christie-t olvasni. Eddig is szerettem volna még Agatha Christie-től olvasni, mert az Orient Express-t például már kinéztem, vagy ebből van a Szent Iváné is gyűjtemény, az most már megvan Emmának szintén. Tehát ott van a Szent Iváné is gyűjtemény, úgyhogy majd azt is kölcsön fogom kérni Emmától. Igazából tetszett a stílusa, tetszett a sztori alakítás, tetszett, hogy nem voltak egyértelműek az elkövetők, de hogy nem is olyan volt, hogy így a végén elmagyarázták, és így úgy éreztem, hogy oké, én elhiszem ennek, semmi értelme nincs amúgy, hanem volt értelme a megoldásnak, meg a megoldás menetének, úgyhogy tetszett. Volt egy-két novella, ami ilyen kevésbé tetszett, vagy, de nem azt mondom, hogy nem tetszett, csak hogy kevésbé, mint a többi. Úgyhogy egy teljesen jó kis kötet volt, annyi, hogy én azt hittem, hogy ez karácsonyosabb lesz, mint hogy az a címe, hogy adventi, tehát ilyen karácsonyi készülődős időszakra, meg karácsonyi novellákra készültem, szerintem 2-3 novella volt benne, ami konkrétan karácsonykorra játszódott, de volt szilveszteri benne, meg csak úgy alapvetően téli novellák vannak benne, mert angolul az a címe, hogy Midwinter Murder, tehát hogy ilyen téli gyilkosságok a lényeg. Szóval nem annyira karácsonyi, de hogy télen játszódós. Szóval alapvetően jó téli időszakra hangolódáshoz, csak nem teljesen csak karácsonyi. Ez engem megtévesztett, de ez nem rontott az élményből, tehát egy kriminál nyilván nem az a lényeg, hogy karácsonykor játszódik-e vagy sem. Úgyhogy ez is jó volt így zárásnak az évre. Hát akkor én ezeket a könyveket fejeztem be, olvastam el, olvastam újra, igen, mert ugye ez a három itt mind újraolvasás volt decemberben, és megint fejhangom volt, de jó. Kommentben pedig írjátok meg, hogy ti milyen könyveket olvastatok el az év 2021 utolsó hónapjában, azaz decemberben. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!